Klemriák törzsőmester vagyok, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. páncélzó gyalogdandárának állományából. A Lynx egy olyan harcjármű, amely minden szempontból megfelel a 21. század követelményének, és nem mellesleg hatalmas élmény vezetni. A NATO 1-6 kiterjedő skálán osztályozó páncélvédettség szempontjából a harcjárműveket, a Lynx az 5-ös színnek felel meg. Ez többek között azt jelenti, hogy a jármű képes ellenállni 10 kg tömegű, TNT-vel egyenértékű robbanóanyagot tartalmazó, rögtönzött robbanószerkezetek és harckocsiaknak detonálásának is, ezáltal a benne ülő desszant állomány nem szenved sérülést. A harcjármű jelentős fegyverzettel rendelkezik, ilyen például a 30 mm-es gépágyú, amely programozott repesztőszerrel való tűzvezetésre is képes, ezáltal hatásosan alkalmazható akár beásott gyalogság ellen is. Emellett találunk egy 7.62-es párhuzamosított géppuskát a járművön, egy 12.7-es M2-es géppuskát, két darab Spike LR2-es páncéltörő rakétát és kötgránátvető rendszert is. A 45 tonnás harcjármű hatalmas tömege ellenére gyári adatok alapján közúton való közlekedés során előremenetben elérheti akár a 75 km/h sebességet is, hátramenetben pedig 35 km/h teljesítésére képes. Kiválóan veszi a terepakadályokat, legyen szó 2,5 méteres árok vagy 1 méteres lépcső leküzdéséről. A jármű kezelő személyzete 3 fő, ezen felül 8 fő desszant befogadására képes. A kívül-belül csúcs technológiát képviselő lövészpáncélos rengeteg szenzorral rendelkezik, illetve az első olyan jármű a kategóriájában, ahol az aktív védelmi rendszert már a tervezés első fázisában rászerelték. Ez teszi igazán high-tech ki ezt a technikát.